született. 5 esztendővel ezelőtt jöttek vissza, jöttek Magyarországra, és hát úgy gondolja a szakági vezetővel, Kovács Barnával együtt, hogyha itt ebben a mezőnyben, ha az első 30 közé kerülhetne, akkor az igazán szép sikere lenne a magyar sísportnak is. Attila eddig remekül jön, hibátlan volt, persze a sebesség nem annyira, na most egy pici hiba volt, de biztos, hogy tudja teljesíteni ezt a távot, már ez is nagy szó, azt hiszem. 1.43.85 és a rajtszámának megfelelő a helyezése is. Biztos, hogy jobban sikerül majd a műlesiklásban. Bónis Attila végül a 48. helyen várja a műlesiklást, az jövő pénteken lesz. A számban a világbajnok, a norvég Lasse Csius vezet. És tudom, hogy sokan várják a Mephistót, de azért még egy filmes hírt elmondok. Napok óta, vagyis hát hónapok óta már téma Nancy Kerrigan és Tonya Harding. Most megint egy hír, de most nem sporttal kapcsolatos tulajdonképpen. Kerrigannel 1 millió dolláros szerződést kötött az NBC TV társaság, a Walt Disney cég, valamint Steve Tisch hollywoodi filmproducer. A megállapodás értelmében Kerrigan TV-filmet forgat majd pályafutásáról, megjelenik a Disney parkokban, és elképzelhető, hogy róla mintázzák meg Nancy babát. Tonya Hardinggal kapcsolatos pedig egy ilyen késő estére való hír. Ő neki a Playboy ajánlott fel szerződést, 250 000 dollárért kérnek tőle fényképeket. Valószínűleg nem a támadással kapcsolatos fényképeket kérnek, bár ki tudja. Szóval a keddi sportműsor holnap reggel a napkeltében, este pedig a TV híradóban lesz rövid sporthír, és két olimpiai műsorra jelentkezünk, mindkettő a TV egyen lesz. Az első 12 óra 7 perctől ez fél órás, a második pedig 22 óra 10 perctől ez 2 órás lesz. Addig jó éjszakát, vagy jó szórakozást a filmhez. Téli olimpiát bemutatja a Volvo. Volvo 960. Kedves nézőink, most nézzük meg újra a 14. játékfilmszemle fődíjas filmjét, az első magyar Oscar-díjas játékfilmet. We'll be right back.